Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, sziasztok, köszöntöm a kedves érdeklődőket, nézőket. Koncerton van szokás szerint a segítségünkre, a kis bal keze mutatja nekem ezt az autót, hogy ezt kéne nekem megmutatni, ugye az érdeklődőnek. Ez egy C4-es, különben 2014, 10. havi pontosan, egy gazdás kocsi, egy úriembertől került ez hozzánk, 48-as születésű, mondjuk azt, hogy már lassan ugye bácsinak szólíthatjuk különben. Az autónk egy ezüstmetál színű C4-es 1.6-os HDI motorral van szerelve, ami nagyon-nagyon csendes, finom járású, egyenletes járású és nagyon alacsony fogyasztású dízelmotor, ami benne van. Ez 92 lóerőt biztosít majd a tulajdonosának. Nagyon szép krómozott díszítés van végig az ajtó pereménél, és ugye szép zöld színű üvegek vannak a járműben. Ez egy kavicsmentes, repedésmentes üvegezés, a lámpái is fantasztikusan szépen egyben maradtak, gyönyörű a formája, legalábbis nekem nagyon tetszetős, szép az autónak az eleje. Nézzünk, mi van mögötte, megpróbálj egy koncertóval kivadászni, keresd már meg. Na, hát meg is találta, akkor látjuk, hogy itt van ez a moci. Találtam benne egy olajcsere címkét, 64.000 km-es korából. 19. novemberében volt ez az óraálláskor lévő olajcsere, folyadék szint rendben van, és látjuk, hogy halljuk, akkor ne engem hallgassunk. Tökéletesen szépen duruzsol a mocia, ezt majd lehet hallgatni nálunk a telephelyen. Körbenézegetjük akkor a járgányunkat, Continental márkájú gumi szett van az autón. Tolató szenzorok a hátsó lökhárítóban, 4 darab ugye, és egy is szép kis króm díszítés itt a hátsó alsó szoknyáján. A rendes gazdája volt, vett benne egy csomagtér tárcát, ezért nagyon szépen egyben maradt itt a alatta lévő szőnyeg, gyönyörű szép újszerű különben, alá tekintve pedig látjuk, hogy ugye pótkerék szettel van szerelve, lehet ez egy teljes értékű különben, tehát méretügyileg teljes értékű kerék, emelő, vonószem, kerékkulcs, benne van minden. Visszateszek a csomagtértárcát, dönthetőek ugye az ülések, előre az üléslapok, ugye a hátsó sornak fejtámla, és ugye benne a kalaptartó a helyén, és szerintem egy jó, mély, nagy, tágas csomagtartó, ugye, és lehet ugye bővíteni. Nézzük meg akkor az utasteret is. Amúgy szépek a lámpatestek is benne, nagyon mutatósak. Szövetkárpitozás fehér cérnával van végigvarva, szintén feldobja. Itt az Isofix jelzés, valahol ide beturkálunk, akkor megtaláljuk ezt a kis vasat. Az autónkban van függönylégzsák, ott elől látjuk a jelzést, oldalt látjuk az oldallégzsák az ülésben, és 4 darab elektromos ablakos, mert hogy ugye elől hátul látjuk a gombocskákat. Itt 4 darab van, ugye, és nagyon jó extrás, ugye behagyható a tükör, meg is mutatom, de ezt megmutatom az üléseket is, ezek is szerintem gyönyörűek, hibátlanok, mert hogy ugye összességében 80.000 km futásról az autó. Természetesen ezt tudjuk igazolni is, mert itt van mellettem a vizsgalap és a szervizkönyv és a járgánynak. De ne szaladjunk annyira előre, inkább nézzük meg a tükröket. Tehát egy kis gomb megnyomásával ugye behajlanak tükrök és visszahajlanak. Én nagyon szeretem, ez egy nagyon jó extra. A kormánya gyönyörű, ez egy fémbetétekkel van még megspékelve két oldalról, meg innen alulról, és le van vágva, és bőrbevonatú. Nagyon szép a kormánya. Ugye van benne sebességlimiter és tempomat, ezt tudjuk ott kapcsolgatni. Pauze. És akkor lehet ugye tempomattolni. Gázadáskor az a kis fordulatszámérő megy ott szépen fölfelé, már is bekötöm magam. Ez megtörtént. Ugye 80.707 km futásra azt láttuk, ugye van benne komputer, tehát mutatja nekünk majd itt a fogyasztást, lehet nézegetni, 240 km-t lehet ugye elmenni még azzal az üzemanyag mennyiséggel. A rádió az felső kijelző, és 18 fok van kint, és 14 óra 19 perc.
ugye a CD rádió, azt most nem tudjuk kipróbálni, nincs nem CD, de tudunk valami zenét lejátszani, ha lenne. Valami dinamikusabbat nézzünk. Jól szól. Lehet még majd finomítani rajta itt, ugye, mert ilyen alaphelyzetben van, majd teszünk róla, hogy még szebben szóljon. Ugye manuális klíma van benne, tehát benyomjuk, akkor ugye megy a klímánk. Aztán van itt AUX USB csatlakozási lehetőség, és még van itt egy 12 voltos csati, teljes kopásmentes 5-ös váltót látunk itt, két pohártartóval, kézifék ugye behúzva. Itt is van egy ilyen kis tárló a középső könyöktámaszba. A légzsákok, ugye itt is a jobb oldal légzsák kikapcsolható, még hozzá innen. És itt van mellettem ugye az autónak a szervizfüzete, ebből lestem ki. Itt van ugyanaz a bejegyzés, mint amit ugye láttunk ott előbb a motortérben. Ha az elejére lapozunk, akkor pedig itt látjuk ugye az autónak a pontos forgalma helyezési dátumát. És itt van mellettem egy nagyon komoly értékes dolog, ez egy eredeti osztrák műszaki adatlap. Itt látjuk a 79.177 kilométer 2021. decemberben, ez ugye 3-4 hónapja se volt körülbelül, és akkor utána ott van alatta még egy órálás, azt is nézzük meg, ugye ennyit ment az úriember tulajdonképpen, néhány ezer kilométert ment egy év alatt. Jó lenne ide kislisszolni még. Még ebbe én beleférek szerintem. És akkor megyünk fel egy picit. A ház körül teszünk egy kis kört. Van benne kis okos műszer, mutatja, hogy vár csak följebb. Egy fokozatot. Nagyon jó kis futóműve van. Kellemesen ring az úton. És rettentő szép ez a kormány, nagyon tetszetős. Akadályokba ütköztem. Nagyon szépen megindul az autó, ha odalépünk. Ez elengedett minket, ez a Suzuki is néni bácsi volt, nem tudom pontosan. Megyek még egy utcányit, mert tényleg jó vele autózni. Ugye hiba mentes a járgány teljesen, de majd még egy újraindítást még meg is próbálhatnánk, mert nagyon szép kulcsai vannak. Van egy sima kis egyszerű immobilizeres, és van egy ilyen kis távirányítós forma tervezett darab, amit meg is fog nézni. Mindjárt egy pillanatra félreállok, és akkor leállítom még, és beindítjuk még egyszer, megnézzük, hogy hogy indul. Persze én tudom, hogy jól indul, de azért itt a néző nem biztos, hogy tudja. Itt egy csoportosulás a suli előtt. Na, mondjuk ez itt jó hely lesz. Mondjuk akkor megállok, és akkor kicsit hátra is megyünk vele. Tolatóradar van benne, ugye itt mutatja a kis autó, hogyha mögöttem valami akadály lenne, akkor ő pittyeg és szól nekünk időben, hogy hagyjuk abba a tolatást. És tényleg úgy van, itt van mögöttem az autó. Jó, akkor nézzük meg a kulcsot, leállítom, és beindítjuk még egyszer. Mint mondottam, ugye három gomb van rajta, nyit, zár, és ugye van rajta egy kinyit, bezár. Tükrök behajlanak szépen. Nekem Peugeotban ugyanezt csinálja, teljesen tökéletesen. És akkor nézzük meg, hogy hogy indul. Ugye elforgattam a kulcsot. Reméljük minden kialszik, rendben, akár mehetünk is vele ugye visszafelé. Még mindig én vagyok itt, aki nem kötötte be magát. És akkor így tudunk vele visszafelé még haladni egy kicsit. Bezár a centrálzár, hogyha elindulunk. A srácokat nem kötöttük be. Csak is kizárólag én vagyok bekötve. Tökéletes az üveg benne, a lámpák, minden működik benne.
22-31-ig van műszaki vizsgája a járműnek. Áj, jó néz ki, nem? És a tempomat is működik. De most már megállunk, mert nem tudunk 60-nal menni. Na, én azt gondoltam, hogy ez így megfelelő lehet egy ilyen kis rövid bemutatóval, kedvet lehet kapni szerintem bemutató után, úgyhogy várunk mindenkit itt a telephelyünkön. Itt vannak ilyen csoda szekerek, és ez a legújabb szerzeményünk, egy nagyon régi Jetta, egy gazdás különben. Nem sokára lehet, hogy ez is fönt lesz. A viszontlátásra, sziasztok, legyen szép napotok, ezt nyomjátok meg mindenképpen. A viszontlátásra még egyszer.